Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket húsvét 5. vasárnapjának délelőtti szentmiséjén, és a szentmisét Eszterért ajánlom fel hálából 18. születésnapjára. Hogy most méltó módon vehessünk részt ebben a szentmisében, nézzünk önmagunkba és vizsgáljuk meg lelki ismeretünket. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg minden bűnünket, és vezessen el az örök életre. Téged, hálát adunk neked, nagy dicsőséged.
Könyörögjünk! Mindenható örökisten, tedd tökéletessé bennünk a húsvéti szentséget, hogy akiket a szent keresztségben megújítottál, oltalmad alatt bő termést hozzanak, és eljussanak az örök boldogságra. A mi Úrunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Amikor megtérése után Saul Jeruzsálembe ért, a tanítványokhoz akart csatlakozni, de mind féltek tőle. Nem hitték el, hogy tanítvány lett. Végül Barnabás mégis maga mellé vette, és elvitte az apostolokhoz. Elmondta nekik, hogy Pál látta az úton az Urat, hogy az Úr mit mondott neki, és hogy ő milyen bátran kiállt Damaszkuszban Jézus ügye mellett. Pál ezentúl velük járt kelt Jeruzsálemben, és nyíltan beszélt az Úr nevében. A görög nyelvű zsidókhoz is beszélt, sőt vitába szállt velük. De azok az életére törtek. Amikor ezt a testvérek megtudták, Cezáreába kísérték, majd onnét Tarzuszba küldték. Az egyház egész Júdeában, Galileában és Szamáriában békét élvezett. Megerősödött az Úr félelmében, és a Szentlélek segítségével egyre terjedt. Ez az Isten igéje. Szent Lecke, Szent János apostol első leveléből. Gyermekeim, ne szóval és nyelvvel szeressünk, hanem tettel és igazsággal. Erről ismerjük fel, hogy az igazságból valók vagyunk-e, és így nyugtatjuk meg színe előtt a szívünket. Ha szívünk vádol is valamivel, Isten fölötte áll szívünknek. Ő mindent tud. Szeretteim, ha szívünk nem vádol, legyünk bizalommal az Isten iránt. Bármit kérünk, megkapjuk tőle, hisz megtartjuk parancsait, és azt tesszük, ami neki tetszik. Az az ő parancsa, hogy higgyünk fiának, Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, amint ő parancsolta. Aki teljesíti parancsait, Istenben marad, és Isten is ő benne. Azt, hogy ő bennük marad, a lélektől tudjuk, akit adott nekünk.
Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak. Én vagyok az igazi szőlőtő, és atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely nem hoz gyümölcsöt, bennem lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővesző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én ő benne, az bő termést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik, és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvérek, a mai evangéliumi töredékből is nagyon szépen látszik az, hogy Jézus Urunk bizony nagyon-nagyon jó pedagógus. Hiszen ő mindig olyan hasonlatokat használ, és így van ez a mostani evangéliumban is. Olyan hasonlatokat használ tehát, amit az akkori kor embere, akik ott éltek körülötte, tanítványai voltak, nagyon könnyen és nagyon szépen megértettek. Hallottuk a mai evangéliumban, hogy Urunk Jézus Krisztus ma a szőlőtőről, illetve a szőlővesszőről beszél az ő tanítványainak. Maga a szőlő, vagy a szőlőskert, a szőlőtőke, illetve
A szőlőskertnek a gazdájáról szóló hasonlat már az Ószövetségben sem állt távol a választott néptől az izraeliták előtt. Nem volt homályban ez a hasonlat, sőt, komoly jelentéstartalmat tulajdonítottak nekik. Izajás prófétánál, vagy Ezekiel prófétánál is bizony előkerül sokszor a szőlővessző, a szőlőtő, illetve a szőlős gazdának a hasonlata, és rendre Izrael a szőlővesszőt, mint saját magára alkalmazza, hogy ő a szőlővessző. A szőlőtő, illetve a szőlős gazda pedig azt az alapot, a szőlős gazdát pedig Istennek jelezte, illetve Istennek tulajdonította, hogy ő a gazda, aki elültette a szőlőtövet, és a szőlővessző pedig a választott nép. És a prófétáknak nagyon sokszor a próféták figyelmeztetésének az alapja az éppen ez volt. Ez volt a tárgya, hogy a szőlőskertben igen, a szőlőtőről a szőlőágak növekednek, de csupán csak vad szőlő terem. És ezek a vad szőlőt hozó ágak nem valók másra, mint hogy tűzre vessék és elégessék őket. Vagyis a választott népnek a tettei, a választott népnek a viselkedése és általában a választott népnek a magatartása az úgy alakult, hogy egyáltalán nem az üdvösségüket szolgálta, hanem éppen hogy a romlásukra volt. Aztán az Ószövetségben ez a szőlőtő már annyira jelképé vált, hogy ott voltak a makkabeusok, akik olyan pénzérmét verettek használatra, amin Izraelt, a választott népet szőlőtő jelképezte. Vagy éppenséggel ott volt a nagy templom, a nagy templom ajtajára egy aranyból készült domborművet helyeztek, amit szintén szőlőveszőt ábrázolt. Izrael, vagyis a választott nép tehát úgy tekintett magára, mint a szőlős gazda, az Isten által elültetett szőlőtőre. És ebben valljuk be, semmi probléma nincsen. De azzal már igen, hogy ez a szőlőtő elvadult. A próféták éppen ezt panaszolják el, hogy a szőlőtő vadhajtásokat hozott, és rossz gyümölcsöket termett. Hallottuk a mai evangéliumban, hogy Jézus Urunk azt mondja a tanítványoknak, hogy én vagyok az igazi szőlőtő, atyám pedig a szőlőműves. Istennek egy különös szeretete ez a világ felé, hogy egy igazi szőlőtövet ajándékoz neki, Urunk Jézus Krisztus személyében. Az Isten az, aki elplántálta ide a világba ezt a szőlőtövet, amely aztán majd új és új ágakat hoz. És ezek az új ágak, azok nem mások, mint a tanítványok. Aztán a még újabb ágak, azok pedig a tanítványoknak a tanítványai. És szépen ezek a szépen termő szőlőtövek majd előbb-utóbb behálózzák az egész világot, beborítják az egész világot. Ezek az ágak hozzák az új gyümölcsöket. Az elvadult ágakkal már az igaziakat termők, azok, amelyek végső soron Urunk Jézus Krisztusból sarjadnak. És abban az esetben is ezek az új és jó gyümölcsöt termő ágak, hogyha bizony azokat nem az izraeliták hozzák, vagyis nem a zsidó emberek, hanem azok az emberek, akik jó gyümölcsöket hoznak. A keresztény embereknek, tehát nekünk az igaz szőlőtőhöz kell, hogy csatlakozzunk, és jó gyümölcsöket kell, hogy hozzunk. És ehhez persze hozzátartozik az, hogyha eddig netalántán azt vettük észre, vagy azt tapasztaltuk meg jó párszor, hogy elvadult ágak lennénk mi is, akkor a Jóisten kegyelme ott van és működik bennünk, és mindig van esélyünk jó gyümölcsöt hozó ágakká válnunk, és az igazi szőlőtőről szívni az életadó nedvet.
Ilyenkor, amikor ezeket tapasztaljuk, és megpróbálunk jó gyümölcsöt hozó ágakká válni, akkor hasonlítunk a főnix madárhoz, amely a róla szóló egyiptomi legenda alapján, amikor ez a főnix madár megöregszik, akkor az addig szépen felépített fészkét és önmagát is lángra gyújtja, lángra lobbantja. Ott aztán majd minden porig ég. Porig ég a fészek is, porig ég a főnix madár is. De a hamvaiból megszületik az új, a fiatal főnix madár. És joggal adódik a kérdés, hogy vajon mitől is lesz öreg egy főnix madár? Vajon miből áll ilyenkor egy öreg főnix madárnak a fészke? Egészen nagy valószínűséggel és nagy biztonsággal el lehet mondani, hogy olyan tulajdonságokból áll ilyenkor az öreg főnix madár fészke, amit a katolikus anyaszentegyházunk hagyományosan a 7 fő bűnnek nevez. Ezek lelkileg öregítenek bennünket. És ezeket tudjuk talán már nagyon jól. Ilyen a kevésség, vagy más néven a gőgösség, a fösvénység, az irítség, a bujaság, a torkosság, a szűnni nem akaró harag és a jóra való restség. Ekkor, ha ilyen a mi fészkünk, illetve a mi fészkünknek ezek az alkotó elemei, ha ezekben élünk, akkor igazából nem vagyunk jó gyümölcsöt termő ágak. Nem vagyunk jó gyümölcsöt hozó szőlővesszők. Olyan sorsra jutunk, amit az atya, a szőlős gazda az lemetsz a szőlőtőről, hogy aztán elszáradjon és tűzre vessék. De vannak öngyulladást segítő dolgok, illetve tulajdonságok, amit szintén katolikus anyaszentegyházunk hagyományosan az erényeknek nevez. Tudjuk az erényeket is nagyon jól, de nem árt tudatosítani. Ilyen a hit, a remény, a szeretet, az igazságosság, a mértékletesség, az okosság és a lelki erősség. Sőt, ezen kívül Szent Pál apostol még egy megint csak jó sok tulajdonságot leír, ami azért segít megszüntetni ezeket a fészek alkotó elemeket, amik a mi öregedősünket szolgálják. Szent Pál apostol a következő tulajdonságokat sorolja fel, a szeretet, a türelem, a kedvesség, a jóság, a hűség, a szelídség, és még jó pár más dolgot. És abban az esetben, hogyha mi ezeket az erényeket és jó tulajdonságokat tudjuk gyakorolni az életünkben, akkor viszont elmondhatjuk, hogy mi olyan szőlő ágak vagyunk, amelyek jó gyümölcsöket hoznak. A célunk itt a földi életben tehát az, hogy a mi fészkünknek az elemeit, amiben mi élünk, azokat meg tudjuk fogalmazni. Ez lenne a nulladik lépés. És hogyha azokat az alkotó részeket, ami bizony a mi öregedésünkre szolgálnak, vagy az öregedésünket segítenek elő mozdítani, akkor azokat a tulajdonságokat igyekezzünk lerombolni magunkban, hogy aztán következzenek ezeknek a dolgoknak a meggyújtása. Mert enélkül, ha nincs meg bennünk a bátorság, hogy ezeket a dolgokat meggyújtsuk és elégessük, akkor lelkileg nem tudunk újjá születni. Éppen ugyanúgy, mint ahogy a főnix madár újjá szület a hamvaiból. Krisztusban, kedves testvérek, adja az Isten, hogy Jézus Urunk, aki a világnak ajándékozott igazi szőlőtő, őneki a kijelentése ott éljen bennünk, és érvényesüljön ez a kijelentés a mi életünkben. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Aki bennem marad, és én ő benne, az jó termést hoz.
legyen így. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született, az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szent Lélek erejéből, Szűz Máriától, és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk, keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe. Ott ül az Atyának jobbján, te újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a próféták szavával. Testvéreim, Krisztus az igazi szőlőtő, és a keresztség által egyben öttünk ő vele. Kérjük Istent, hogy életünkkel méltók lehessünk a keresztény névre. Tartsd meg, Urunk, az igazságban Szent Atyánkat, Ferenc pápát, püspökeinket és papjainkat, hogy az igazi szőlőtőhöz, Krisztushoz kapcsoljanak minket. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy minden nép eljusson Krisztusban a testvéri egységre. Kérünk téged, hallgass meg minket. Engedd, Urunk, hogy egyházközségünk tagjai tudatában legyenek együvé tartozásuknak, és felelősséget érezzenek egymás iránt. Kérünk téged, hallgass meg minket. Engedd, Urunk, hogy Krisztus tanítása mindig bennünk maradjon, és jó tettekben sok gyümölcsöt teremjünk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Árasz, Urunk, új kegyelmi életet azokba, akik bűneik miatt nem hoznak gyümölcsöt Krisztusban. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk és Istenünk, te egyszülőt fiad által megígérted, hogy aki ő benne marad, az bő termést hoz. Kérünk add, hogy igazi szőlővesszők módjára belőle éljünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Szívemet a végtelen.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezemből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Istenünk, Te a csodálatos csere által, amely ebben az áldozatban megvalósul, isteni életed részeseivé tettél minket. Add kérünk, hogy az így megismert igazságot méltó élettel meg is valósítsuk, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus a húsvéti bárány. Mert odaadta értünk életét, a régi áldozatok helyett kereszthalála lett a tökéletes áldozat, és üdvösségünkért felajánlva néked önmagát, ő lett a főpap, az oltár és az áldozati bárány. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre. A nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és az angyali hatalmak a te dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket,
hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Antal püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő egyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne. A tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, ezért nagy bizalommal így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó,
hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Veled járja, és bárhová is menjen.
él tovább, mint a lábam tudna menni. Taníts teljes hittel járni, jelenlétedben élni. Nagy nevet hívom én, és felnézek a vizek fölé. Krisztus lelke, szentelj meg engem. Krisztus oldalából kifolyó víz, most tisztára engem. Krisztus kín szenvedése, erősíts meg engem. Ó jóságos Jézus, hallgass meg engem. Szent sebeidbe rejts el engem. Engedd, hogy elszakadjak. Amen. Könyörögjünk. Kérünk, Urunk Istenünk, légy irgalmas a te népedhez és minket, akiket a mennyei misztériumokba beavattál, vezess át a régiből az új életbe, Krisztus a mi Urunk által. Szeretettel hirdetem a következőket a kedves testvéreknek, hogy május 10-én pénteken a 18 órai szentmisét követően a Satu zenekar itt a templomban koncertet ad, mégpedig Sík Sándor megzenésített verseit adják elő. Értéket képvisel, erre is sok szeretettel hívom a kedves testvéreket, tehát május 10-én már a szentmisére este 6 órára ide a Szent István templomba, és a szentmisét rögtön majd ez a koncert követi. Aztán május 11-én ökumenikus családi nap lesz itt Százhalombattán, mégpedig ez már az 5. ökumenikus családnap. A helyszíne az a Battafit mellett a műfüves focipálya. Ugye ez 9 órakor veszi kezdetét ez az ökumenikus családi nap, 11-én szombaton. Miből áll? Gyülekezetek közötti kis pályás focitorna. Tehát ide, hogyha jönnek majd a családok, akkor lehet a családtagoknak, jellemzően szerintem férfiaknak elsősorban a focira jelentkezni apukáknak. Aztán, de hogy más sem maradjon ki a játékból, játékos családi váltóverseny is lesz jelen a programok között. Majd pedig, mikor ezek a sportprogramok lementek, azt követően a felújított szerb közösségi házban ebéddel várnak mindenkit a szerb ortodox barátaink. Arra kérik a szervezők a hölgyeket, hogy az ebédhez majd hozzanak süteményt, és ide van írva nekem, hogy eddigi szokásaik szerint. Tehát már nem idegen akkor itt a százhalombattai kedves testvérektől, hogy van ilyen ökumenikus családi nap. Még egyszer, ennek az időpontja május 11-e szombat, délelőtt 9 órakor kezdődik, és a Battafit mellett a műfüves focipályán lesz, ott indul a program, és utána, mint hallottuk, az ebédet pedig a felújított szerb ortodox közösségi házban tartjuk majd. Tehát sok szeretettel invitálom a családokat, kedves testvéreket, hogy jöjjünk el, és egy kicsit éljük meg megint csak a közösségnek az egységét. Én a továbbiakban nagyon szép vasárnapot kívánok a kedves testvéreknek, majd jó étvágyat az ebédhez nem sokára, és még egy dolog eszembe jutott, bár ez nem nincs felírva, de lényegében mindjárt itt vagyunk májusban. És májusban van egy nagyon szép szokás, hogy a szent misék előtt májusi vagy lorettói litániát imádkozunk, a szűzanyához imádkozunk. Így a hétköznapi szent misék előtt
fél órával vagy 20 perccel kezdjük ezeket az ájtatosságokat. Én fél órát, tehát fél 6 órakor, ugye mindig este 6 órakor van Szent Mise hétköznap Százhalombattán, hétfőn, kedden a Szent László templomban, péntekenként pedig itt a Szent István templomban. Ezek mindig 6 órakor kezdődnek, és előtte fél 6 órakor Lorettói litániát imádkozunk majd május hónapban. A továbbiakban tehát a lehető legjobbakat kívánom a kedves testvéreknek, most pedig fogadjuk az Úr áldását. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg és őrizzen meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével, alleluja, alleluja. Shine.